kísérletünkben a hang terjedési sebességét fogjuk meghatározni egy 440 Hz frekvenciájú hangvilla segítségével. A mindkét végén nyitott üvegcsövet folyadékba helyezzük, majd a hangvillát megrezegtetjük, és az üvegcső felé tartjuk. És óvatosan húzzuk kifelé. A hang felerősödése azt jelezte, hogy a hangvilla és a levegőoszlop között rezonancia jelenség alakul ki. A levegőoszlop hosszát mérőszalag segítségével meghatározhatjuk, és ennek segítségével ki tudjuk számítani a hangterjedési sebességét. A hangrezonancia után az üvegcső zárt végén csomópont, a nyitott végén pedig duzzadó hely alakul ki. Ebből következik, hogy a bezárt levegőoszlop magassága megegyezik a hullámhossz negyed részével. A kísérletben kaptuk ezt a levegőoszlop hosszának eredményét, 17,5 cm adódott. Ebből következik, hogy a hang hullámhossza ennek négyszerese, tehát 70 cm, amit SI mértékegységbe átváltva 0,7 méternek adódik. A hangvilla frekvenciáját ismertük, 440 Hz az értéke. Ezek után behelyettesítve a hangterjedési sebességének képletébe, tehát terjedési sebesség egyenlő hullámhoz szorozva frekvenciával, az értékeket behelyettesítve 0,7 méter szorozva 441 per másodperc, a két számot összeszorozva kapjuk 308 méter per szekundum a hangterjedési sebessége adott körülmények között.